Üdvözletem, itten van az év utolsó Flaster című műsora, és azt a merényletet fogjuk elkövetni a nézők ellen, hogy egy kicsit önmagunkról fogunk beszélgetni, meg hát erről a fantasztikus, gyönyörű magunk mögött hagyott esztendőről, méghozzá Lukács Csabával, a Magyar Hang lapigazgatójával. Jó estét, vagy jó napot! És György Zsomborral, a Magyar Hang főszerkesztőjével. Sziasztok! Én csak egyszerű újságíró vagyok a Magyar Hangnál, nem úgy, mint amit néztünk most az előbb a kormánypárti média konglomerátumnál, ahol nem tudom, oldalakon keresztül is... 52 vezető van körülbelül. Igen. Na jó, van, kezdjük veled, Csaba, jó? Kezdjük. Mert egy ilyen gyönyörű évet hogyan is lehetne lezárni, mint egy ilyen viszonylag kellemetlen témával, mert hogy ugye az történt, hogy tegnap vagy tegnap előtt tettetek feljelentést? A lap is tett? Nem, én tettem egyelőre feljelentést. Hát megvádoltak valamivel, ami nem igaz. Konzultáltam ügyvédekkel, és az van, hogy Pol Péternél tettem feljelentést. Ennek van egy folyamata, hogyha nem vagyunk elégedettek a folyamattal, akkor ezt az ügyvéd tanácsa szerint bármeddig el lehet menni, tehát Strasbourgig el lehet vinni. Itt olyan szenzitív adatokat hoztak nyilvánosságra, amire én nem adtam beleegyezést. És akkor utána indulnak januárban a polgári perek. Azt gondoljuk, hogy ilyen becsületsértés, meg ilyen jellegű ügyekben a polgári per sokkal hatékonyabb eszköz, mint a büntető feljelentés. Itt az adatkezelés miatt történt csak a büntető feljelentés. Uh-huh. Emlékszel István, hogy te ezzel a kedves emberrel, a Hud Gergelynek hívják, folytattál egy vitát. Mikor volt ez, egy jó éve, másfél éve? Szlovákiai? A felvidéken. De jó, igen jó volt. Én ugye akkor is azt mondom, mindig azt mondom, hogy nincs már értelme, mert mi úgy ülünk le egy ilyen vitára, hogy tényleg őszintén elmondjuk a véleményünket, ha kell, bíráljuk a kormányt, ha kell, bíráljuk az ellenzéket, hogy bár, tehát nem az határozza meg ugye a gondolatainkat, vagy a szóainkat, hogy egyébként honnan kapunk pénzt, mert hogy pénzt az olvasótól kapunk. De hogy emiatt nem látom értelmét, mert nem fair, hogy ő viszont ugye politikusként vagy propagandistaként ül veled szembe le, és nem egy független gondolkodóként vagy újságíróként. És ott volt ugye a vitátoknak a része az, hogy bedobott kvázi állításokat, mint azok tények lennének, és akkor mondjuk szembesítetted azzal, hogy ez nem tény, hanem maximum a te állításod, mert az ő állítása. És hogy akkor azt létszik valami bizonyítékot, vagy akkor számokat, vagy tehát, hogy valami, mert támasztjuk már alá a rágalmakat, mert ezek így a magukban rágalmak, akkor mindig az volt, hogy ha mindegy, akkor lépjünk tovább, akkor ugye nem, hagyjuk. És most is egy ilyen helyzet állt elő egyébként, tegnap az RTL klubon is szerepeltünk, a Hidagóban. Kvázi a Hud Gergely volt az utolsó szó azzal, hogy tulajdonképpen az egész ügy arról szól, hogy mi Szájer Józsefnek az ügyét ugye címlapon hoztuk, bukás címmel, ő ezt így konkrétan ugye fel is emlegette. Nyilvánvaló volt akkor is persze számunkra, hogy ez egyfajta kicsinyes bosszú állási kísérlet. De hogy azt mondta, hogy kvázi lezárva ezt a sztorit a Hidalós anyagban, hogy akkor csak sebtegessenek ők is a saját házuk táján, mert van mit. És nem, ez meg nincs mit. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy ez, és ezekben a szörnyű, hogy bedobnak valamit, jelen esetben ezt az egészen elképesztő pedofil vádat, korábban bedobták ugye az árulózást, a fake news, a mindenféle hülyeséget, akármilyen per indult velünk szemben, mindent megnyertünk, mindent, attól persze már nem adnak hírt, 20 fölötti perről van szó egy év alatt. És ez marad meg így a végén, hogy hát csak sebtegesen, hát meg nem zörög a haraszt, meg ott is van, és ez annyira aljas, és igazából... Nem tudsz mit csinálni, de mert persze perelsz, meg elmondod minden fórumon, hogy ez hazugság, csak közben meg annyira aljasok, és annyira fárasztó ez. Az ember úgy végezni a munkáját, meg úgy élni az életét, úgy nyugodtan, meg nem tudom, hogy kertészkedne, vagy nem tudom, és akkor mindig ezek így bevillannak, és jönnek, és telefonálnak, és kameráznak itt is. Itt megálltak az ablakba, és itt kameráztak az egyik nap a nagy tehetségű pesti tévések, mondjuk nem nézi őket senki, de az akkor is, tehát, hogy és ezekkel kell foglalkozni, és na, szóval olyan. Vigasztaljon a tény, hogy ahányan elmennek egy nap a szerkesztőségek is belé, az több, mint ahányan őket nézik. Egy ilyen bekamerázó. Igen, csak olyan jó lenne ezekkel foglalkozni, annyi szép dolog, sok szép dolog van az életben. Én is sokat gondolkodtam azon, hogy ezzel mit lehet csinálni, de azért hiszek a pedagógiában, tehát hogyha most sok millió forintot veszítenek, itt az a cél egyébként, hogy egy ilyen sajtótörténeti
nagyságrendben nyerni pénzt, amit majd eldöntjük, hogy mire használjuk. De az benne a tragédia, hogyha meg is nyerjük, biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk nyerni, végül az adófizetők fogják ezt kifizetni. Tehát az a döbbenet, hogyha ezek ellen nyersz egy pert, akkor még több hirdetést kapnak a nem tudom én, a Paksi Atomerőműtől, vagy hát nem igen. tudom. Legalább azt a pénzt jó célra lehet fordítani, tehát legalább nem húgja. Igen, de végül is így is úgy is önök kedves nézők, az önök adója issza meg a levegőt, az adója bánja. Tehát az a döbbenetes ebben a helyzetben. Ez gyönyörű volt az a képzavar. Ránéztem a pezsgőre is. Az önök pénze issza meg a levét. Az önök pénztárcája. Szóval egész egyszerűen itt ezekben nincsenek jó megoldások, de bízom benne, hogy mondjuk egy 10 milliós kártérítés kifizetése azért a kenyéradó gazdákat legalább elgondolkodtatja, hogy érdemes-e ezekre ennyit. Tehát Igen. Valaki valamit róla is. Nem áll, tök jó. Na jó, ez nem hülye vicc volt. Kérdezhetek? Fogok, majd legfeljebb nem válaszolsz, hogy abban nem gondol bele szerintem az, aki ezeket elköveti, vagy ha lehet, hogy bele, nem gondolnak bele, amikor, és nem csak rólad van szó, csak most tiéd a legközelebbi ügy minden személyesen is, meg ugye időben is, hogy amikor ilyen dolgokat kezdenek el állítani propagandaszerűen emberekről, és azért emlékezünk, hogy a hatházi is volt szomszédgyilkostól kezdve minden, nem? Tehát, hogy az ő ügyük is milyen volt, hogy segítettek egy öreg bácsinak szomszédban, és abból az sikerült kikerekíteni, hogy ők és ő is, ha jól emlékszem, 4 év után nyerte meg ezt, tehát, hogy ezért hozott igen, ötmentek. Szóval, hogy... meg sokan mások voltak, Szél Bernadettől, Vona Gábor. Persze, csak most hát rengetegen, hogy az milyen, azt el lehet mondani, hogy milyen érzés, amikor egy ilyen nap után így mondjuk be kell jönni a szerkesztőségbe? Tehát amikor rólad megjelenik egy ilyen anyag? Hát, volt néhány éjszaka, amikor nem aludtam, ez tény. Én azt gondolom, hogy megszoktam a stressz helyzetet. Tehát nekem azért a katasztrófa, tehát ezek a mentési, baptistákkal közösen végzett mentési dolgok megszoktattak a stressz helyzethez. Ez egy más típusú stressz helyzet, tehát ezzel együtt kell élni, ez van. Én még azt is mondom, hogy elfogadom, nyilván bizonyos határon túl ez nem jó, és ők ezt bőven túllépték ezt a határt. De hát mi beleálltunk egy táncba, tehát egy újságíró vagy, közügyekről írsz, adott esetben bírálsz embereket, nyilván rosszul esik nekik, és visszaütnek. Tehát hogyha elmentél egy bálba, akkor nem csak az van benne pakliba, hogy te pofozol meg valakit, hanem az is, hogy téged megpofoznak. De nyilván nem esik jó, akkor nem esik jó, ha igaztalan ez az egész történet. Ugye a Fidesz... nek a stratégiái beáraszták azt, hogy az eredmény kommunikáció, ha van is esetleg mire büszkének lenniük, az eredmény kommunikáció sosem annyira hatékony, mint a lejárató kampányok, a másik félnek a karaktergyilkolása. Ezt egyébként több vezető fideszesen háttérbeszélgetéseken annak idején még be is vallotta, hogy miért álltak át arra, hogy a karaktergyilkossága az eredmény kommunikáció helyett. Ezek a figurák, ezek a Fidesznek a leágazásai, tehát ezt aztán kár is magyarázni, tehát nyilván a központi ukázok szerint végrehajtják a feladatukat. És nekem az ebben a szomorú, és valamennyire ilyen emberi tragédia is ez valahol, és az övék is, hogy arra áldoznak az életükből sok-sok évet, ki tudja, hogy meddig tart, de akkor is már sok-sok évet tart az egész történet. Arra áldoznak, hogy a munkájukkal másoknak rossz legyen. Tehát, hogy nem az a célja, hogy valamit építsen, szépítsen, bemutasson, hanem az a feladata napról napra, estéről estére, hogy más embereknek ártson, őket lejárassa, teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem. Ez azért valahol szörnyű lehet. Tehát, hogy egyszerűen ezek az emberek, talán, tudom, hogy ebben te mondjuk szkeptikus vagy, de hogy talán egyszerűen az a pillanat, hogy 10 év múlva, vagy 20 év múlva már őszülő halántékkal belenéznek a tükörbe, hogy Atya Isten, tényleg ezt a pályát választottam, hogy ezt csinálom? Tudom, hogy ezt nem hiszem, de én még mindig hiszek abban, hogy létezik valahol egy ilyen emberi jóság valahol még mindenkiben, naivitás, de lehet, hogy mégis lesz egy-két olyan ember, aki azt mondja, hogy te jó Isten, komolyan. És érdekes, hogy ez nem egy régi dolog, abban azért, vagy pontosabban ez egy régi dolog, de abban nem régi, hogy ez gyakorlatilag kormánypolitika lett. Amikor a 90-es évek közepén bejött a nagy svájci bulvárlap Magyarországra, akkor valaki, aki ott dolgozott, elmondta nekem, hogy az üzleti modellben benne van az elvesztett perek költsége. Uh-huh. Tehát ők beáraszták azt, hogy megírunk dolgokat celebekről, vagy bulvárszereplőkről, ami nem igaz. Uh-huh. El fogjuk veszíteni, ennyit elvesztük, az benne volt a költségvetésben, hiszen a példányszámon ezt visszahozta. De amit a bulvár csinált, azt most csinálja a politika. Tehát egyszerűen beárazza, hogy ennyibe kerül, hogy mondjuk a Jobbikot szétlőjük, emberekben, vezetőkben, stb. Kifizetünk mindent, tehát semmi nem drága. Az Origo, meg a nem tudom ki, láttam ilyen összesítéseket, hogy
százával veszítik el a különböző propaganda médiumok a pereket, és ez mind súlyos 10 vagy 100 milliókba kerül az adófizetőknek, de ez be van árazva, hiszen a másik oldalon ott az eredmény, hogy az illető párt, nem tudom, 20%-ról beesett 10 alá, meg eltűnt a közéletből, vagy beleroppant, vagy stb. Tehát, hogy gyakorlatilag emberi életekkel, vagy emberi méltóságokkal játsszák el azt, ami korábban csak a bulvárnak volt a sajátja. Hát igen, sokra mész vele utána, hogy ha szétlőtték a politikai karrieredet, sokra mész vele, hogy utána ilyen kísérként megjelenik, hogy amúgy minden hazugság volt, minden, az utolsó első betűt, az utolsó pontig hazugság volt, és kifizetik a, mit tudom, perenként akár milliós nagyságrendőkkel. És vége egy karriernek. Igen, van a Gábor rakott most egy posztot, talán pont karácsonykor, mert előtte született meg az ítélet, hogy az is vicces volt, és hát egy smile-val posztolta, de hát nyilván azért mögött a smiley mögött, hát micsoda sztoria van nekik is, meg a családjának is, hogy érték meg ezt a fantasztikus kampányt, amit a Fidesz összehozott, hogy te az ugyanez volt, amit mondasz, hogy igazából egy olyan helyreigazítás volt, ami az égvilág, mint arról szólt, hogy az egész anyag úgy, hogy nem lett Allah híve, hogy nem lett muszlim, hogy nem lépett be a szürke falk, hogy stb. Semmi, bőtű nem volt. A kettős pontot, mert a kérdőjelt nem kellett helyreigazítani, más mindent. Igen. És tudjátok, ennek van ugye olyan következménye is, hogy nagyon sok értékes, értelmes ember, aki mondjuk gondolkodott azon, hogy akár csak önkormányzati szinten mondjuk megméresse magát, hogy belefolyjon a politikába, legyen ő egy orvos, vagy mérnök, teljesen mindegy. Azt gondolja, hogy tud tenni a közösségért, és azt mondja, hogy dehogy fogok. Tehát, hogy kell ez nekem, mert egyébként mikroszinten is ugyanezek mennek, tehát minden lesz, lemegy a társadalomnak a rétegeibe. Nem fogom, tehát nekem jó a kis magánéletem, próbálok mindent kizárni. Belül én egyébként a saját... Tehát nem kockáztatja meg, igen, én régi barátokon is látom, akik egyébként szép családot alapítottak, elvégezték az iskolákat, van egy munkájuk, megélnek, és azt mondják, hogy igen, van egy véleményem, azt négy szem közt még esetleg egy sör mellett elmondom, de hogy fogok én nyilvánosan politizálni, hogy akár a Facebookon egy lájkot nyomni egy politikát? Nem. Hagyjanak engem békén. És nagyon sok esetben akár az újságíró is érezheti úgy magát, nem mondom, hogy mi erről nem beszéltünk, amikor még Simonka György már a harmadik pert indította ellenünk, megnyertük azokat is, de mindenért perel. Hogy ez nem okoz egyfajta olyan, akár öncenzúrát, vagy legalábbis egy olyan gondolkodást, hogy kell nekünk még, tehát most igen, hagyjuk a fenébe. Aztán persze nem hagyjuk meg, amikor a saját ügyünk van, a saját sztorink, akkor azt mondjuk, hogy pereljen tényleg, hajrá. De akkor is beindul az a gondolkodás, hogy hiányzik ez nekünk. És ezzel, hogyha ezzel indul az emberekben, akkor sajnos célt értek. Én is el tudtam volna képzelni szebb karácsony, mint feljelentéseket fogalmazni, meg bírósági ügyekről beszélgetni ügyvédekkel nyilván. De hát ennek ez az ára. És a baráti köröd, család volt szerintem az, úgymond elvesztettél? Facebookon kellett törölni, nyilván mindenhol vannak hülyék, de baráti körben vagy családi körben nem volt. Tehát ez ilyenkor egyébként jól is esik, hogy nagyon sokan írnak, hogy hát ők ezt nem hiszik, velem vannak, miben tudnak segíteni. Olyan emberek jelentkeztek tanúnak, amiről nem is gondoltam. Tehát, hogy ez ennek azért vannak ilyen pozitív hozadékai, de ezt jobb lett volna elkerülni. De hogyha most így hirtelen visszakanyarodtunk ide mégiscsak, hogy én azért agyaltam, hogy elinte ugye azt gondolhattuk, hogy ez ilyen nagyon szépen felépített kompromat újság, azt mondom, úgy hívják, mindegy, szóval, hogy ez ilyen lejárót úgy lesz, hogy a Bajer Zsolt bedobja ezt a homályos valamit, és az rácuppan, és akkor, de most így utólag visszanézve, hogy a Bajer Zsolt kifarolt azért hát a maga módján belőle. Kifarolt, hát ki, mégis mondhatjuk, hogy ki, igen. Hogy akkor ez mi lehetett? Hát szerintem itt nem volt központi utasítás, és túl teljesített a pesti srácok és a pesti tévé. Na, nagyjából ennyi. Ugye, hogy jó a központi irányítás a médiában, láttam, akkor történnek ilyen. Na, hús. Jó, de egyébként, ha már erről beszélünk, hát hány olyan eset volt, amikor egészen kis piti ügyekkel, most egy konkrét példa jut eszembe, hogy Marabunak volt egy rajz, amit csak azért tett félre, aki nagyon félre akart, malacok voltak rajta, és az a gondolat született meg valamelyik nagy okosnak a fejében odafönt, hogy mi a, vagy hát Marabu is általa mi, a magyar embereket ábrázoltuk disznóként, ami egyáltalán nem így volt, tehát pici humorérzék, vagy irónia, vagy intelligencia kellett volna hozzá, ami hiányzik. Az egész arról szólt, hogy a pékségekbe kötelezett, vagy a henteseknél megkötelezettették, hogy ki kell, meg kell zászlókkal jelezni, hogy milyen hús, milyen származások. És akkor kitalálta valamit nagy okos, egyébként szerintem az is a pesti srácoktól indult, hogy akkor a magyarokat ábrázoltuk disznak, szóval sem érdemes annyira baromság az egész.
És ugye jöttek a megkeresések szépen sorba, ugye először, és utána a Pesti srácok után jött a Hír TV, az Origó, a Magyar Nemzet, a nem tudom kicsoda. És az volt a vicces, hogy, valaki többen is írásban küldték el a kérdést, és helyesírási hiba volt a kérdésben, helyesírási hiba volt, és mindannyian azzal a helyesírási hibával együtt küldték el a kérdést. Biztos nehéz szó, utálkozódás. Ez hogy, a copy-paste újságírás. Hát, hogy ennyire jön a közben. De hát tudjuk, hogy ez hogy működik. Szerintem az a másik érdekes. Ez már annyi, és akkor tényleg, és akkor volt az egyik hirtévés hölgy, akinek utána adtunk egy negyedéves előfizetést, hogy olvasson azért mást is, meg hogy kicsit tanuljon, hogy, mondtam neki, szívesen válaszok a kérdést, csak annyira tiszteljen már, hogyha az Origós kolléga is ugyanilyen hibával küldte, a nem tudom, másik kolléga is ugyanez a hibával. Legyen szíves, olvassa már el legalább azt a kérdést, és küldj, tegye fel újra nyelvtani hiba nélkül. Ez cuki. Na. De jó, mert tényleg, mi tudjuk, hogy működik ez, meg hát ismerik a kormány mindig a keretrendszerét, de azért ez így ez ilyen kis, aranyos kis lelepleződés. Az a vicc ebben, amit a malacos sztorival eljátszottak, hogy most x héttel, nappal ezért teljesen mindegy, az egyik ilyen kormánypárti megmondó ember így oda jött az én posztom alá, mármint, hogy oda posztolt a posztom alá, ez olyan szép kép. És ugyanazt csináltam én is vele, hogy mondtam neki, hogy figyelj, én vidéki vagyok, úgyhogy te most azzal, amit írtál, megbántottad a zempléni magyar embereket. Most, és elkezdtem ezt így, mint ahogy ők szokták csinálni, hogy akkor nem, én nem arra gondoltam, hát de mondom, dehogy nem. Ezzel azért megbántottál nem tudom hány ezer embert, hogy most akkor kéne írni egy cikket arról, hogy rugdossátok a vidéki embereket. Hogy ez annyira egy ócska szar egyébként, tehát, és mégis, hanyatszor, na mindegy. Tényleg hagyjuk ezt, nem? Hát. Ígyunk, felejtsünk. Rendben. Bontsuk ki. Elég húzós év volt, úgyhogy most... És akkor beszéljünk egy kicsit a pozitív dolgokról is, mert szerintem a Magyar Hang, mint létező, sőt, de majd azt ez jól elmondjátok, igen. Hogy az egy nagyon-nagyon pozitív történet, és... A negyedik évfolyam van rájövő, csak úgy már jól. Igen, és idén, ugye márciusban mindenki megijedt, így mi is, hiszen amikor megvolt az első kijárási korlátozás, akkor elveszítettük az árushelyek negyedét. Tehát 2800 helyen lehetett kapni korábban a Magyar Hangot, és 800 bezárt. És hát mi is megijedtünk, az látszik is, akkor látszott is a példányszámon, 10 000 alá estünk be, 3 hét erejéig, de hála az égnek, az olvasók voltak elég ügyesek, van GPS-ük, vagy nem tudom, hogy megnézték a környékbeli élelmiszerboltokat, és 3 hét alatt átszoktak az emberek. Tehát igazából azt kellett kivárnunk, ez 3 hétbe került, amíg megszokta, hogy most nem a sarki újságosnál veszem az újságot, hanem elmegyek a nem tudom én a melyik német, vagy magyar, vagy egyéb élelmiszerüzletbe. A magyarban nehezen, mert sajnos nem nagyon elrújjunk. Igen, CBA-ban viszonylag nehezen jutunk be, de talán nem is baj. Hogy nem tudom, azt elmondtuk-e, talán még nem, vagy talán a múlt, nem mindegy, mondjuk el ismét, mert az szerintem fantasztikus eredmény, hogy pont a Szájer sztoriról szóló lapszám, az ugye 13 000 fölé. 13 100 fölött van most már. Adok a stárnak is. Ja. Oké. Okay. Hát... a képből. Igen, mert őket soha nem látják, de itt azért dolgoznak emberek ilyenkor. Őket soha nem látják, de isznak. Igen. Sikerült jó képet festeni a szakmáról. Na, hogy szóval 13 000 fölé ment, ugye, a Szájer, mármint a példányszám. Igen, és most a karácsonyi számból, ami egy dupla szám volt, soha ilyen sokat nem nyomtattunk, 26 000 fölött kellett nyomtatni. Még nem tudjuk az eladásokat, mert egészen tegnapig azt lehetett kapni. Ez is egy fura helyzet, hogy most a tehát a 2021-es januári első számunk az 2020. december 31-én jelent meg, tehát ugrottunk egy évet, mert elsője az péntek, mi mindig pénteken jelenünk meg, és így elveszítettük volna tehát az előfizetők csak hétfőn tudták volna megkapni az újságot, és nem akartuk 4 napos újságot adni neki, ezért előhoztuk a lapzártát, úgyhogy most egy ilyen történelmi lapszám van, hogy 2020-ban a 2021-es újságot már megkapjuk. Jó, időutazás, mindig is vágytam erre. És ilyen egyszerű mi? Igen. Jó, kiszolgálom akkor magam. Hát akkor erre a 13 000 mindenképpen. Meg a 2021-re is, felejtsük el ezt az életnél hamarabb. Egészség. Egészség. És boldog új évet. Mi egy dűpesgőt iszunk egyébként, tehát ez ugye az Extra Dry-nál is egyen szárazabb változat. Hosszan ne beszélj róla. Igen. Egészség. Jó, hát akkor egészség, boldog új évet. Ez nagyon finom. Pedig nem vagy pesgős, de ez tényleg jó. Na, hogyan tovább? Mármint, hogy majd ezt iszunk, de hogy
Hát nyilván így bővülni, meg de hogy mi lesz vajon a magyar hanggal, ez sokat agyalok, mondjuk egy kormányváltás után. Nekünk nagyon hát egyszerű, szerintem nagyon egyszerű lesz a helyzetünk nekünk, mert hogy semmi se változik. Mert hogy nem kell változzon semmi. Tehát egyrészt, hogy a valóság bemutatása, a valóság ábrázolása, ami azért mégiscsak a fő profil, hát a valóság az nem fog megváltozni. Tehát a cigánsok ugyan nyomorúságosak lesznek, az egészségügyben dolgozók ugyanolyan nehéz körülmények között fognak dolgozni, a szociális ágazatról nem is beszélve. Tehát neki meg ezzel kell foglalkoznunk, tehát az emberekkel, a valósággal. Az, hogy politikában mi van, az egy dolog. Eddig sem bántunk feltétlen kesztyűs kézzel az ellenzékkel. Nyilván nem ők vannak úgymond a célkeresztben, hiszen alapvetően nem az ellenzéket kell ellenőriznie a sajtónak ebben a helyzetben. Őket is, akár, hogyha arról van szó, lásd a Niedermüller ügy, amit mi hoztunk elő ugye az ATV-ben tett kijelentésével kapcsolatban. Itt van egy elképesztő túlhatalom, elképesztő mennyiségben ellopott pénzzel, agresszióval, arroganciával. Nyilván róluk kell, ami a politikai tartalom, az róluk kellett szóljon. Hogy a másik oldal is ide jut, és ilyen politikát folytat, akkor majd róluk fogunk csúnyákat írni, és az ő korrupciós ügyeiket igyekszünk majd feltárni. De egyébként nem erről van szó. De attól, hogy itt minket bármilyen fenyegetne az, hogy váltás lesz esetleg, persze igen, valóban ez még odébb van, ez nem hiszem, hogy kockázatot kell jelentsen. Ez benne a szép egyébként, tehát ne függjünk már folyamatosan, és ne azt méricskéljük úgy, hogy na mi lesz velünk, hogyha esetleg majd máshogy lesz. Csinálni kell tisztességgel tovább a munkát. Nagyon érdekes volt azt megtapasztalni, ugye azért 8 év ellenzékben volt 8 évig a Fidesz, és akkor is újságíróként próbáltuk tenni a dolgunkat, és nagyon bátorító SMS-eket, e-maileket kaptunk adott esetben fideszes politikusoktól, hogy ez az, utána kell menni a dolgoknak, nem kell hagyni, stb. Amikor hatalomra kerültek ezek a bátorító SMS-ek, pedig csak ugyanazt csináltuk, nagyon elmaradoztak, vagy ellenkező tartalommal kezdtek jönni. Tehát a tényfeltárás és a dolgoknak való utánmenés addig érdekes egy politikus számára, amíg nem ő van hatalmon. És ez nagyon gyorsan meg fog változni a jelenlegi ellenzékkel is. Ugye most látjuk azt, és ezt mi nem kérjük, de nem tudunk ellen tenni, hogy mit tudom én, posztolnak magyar hanggal, hogy azt olvassák. Vagy ott volt olyan politikus, aki magyar hangos maszkban jelent meg nyilvánosan. Nem, mi örülünk neki, de nem, ez nem egy megállapodás része, vagy ez nem jelent. Ez egy olvasó és újságíró viszont jelent, hiszen minden éves előfizetőnk választhat ajándékot, ő valószínűleg a maszkot választotta, más pólót kap meg bögrét. Igen, nálunk Magyarországon ez a fajta törzsi logika, ez egy elképesztő átok. Nem tudom, hogy máshol is van ilyen a világon, de minket azért ez különösen sújt, és az elmúlt 8-10 év nem segített ezen változtatni, sőt, még jobban ugye bele kerültek az emberek egyfajta törzsi gondolatvilágba, de szóval meg kell haladni. Tehát muszáj lesz meghaladni. Tehát, és akkor szerintem beszéltünk, nem akarom elvinni, meg én terelni a beszélgetőt, de érdekes volt nagyon látni, biztos nagyon sokan megnézték a Gulyás Marcéknak a heti hetes videóját, és már több mint 300 ezeren látták. Nagyon tanulságos volt egyébként, és az az érdekes, hogy amilyen kommenteket én főleg mondjuk az ismerősi körből olvastam, az mind egy irányba mutat, hogy egyrészt szomorú, hogy 2006-ot nem sikerült sok szempontból meghaladni, tehát aki akkor egyfajta törzsnek a tagja volt, ma ugyanúgy gondol vissza az akkori eseményekre, de muszáj lesz, tehát ebből muszáj kilépni, hogy feketén vagy fehéren tudunk csak megítélni helyzeteket, és tényleg a kígyót békát kiáltunk egymásra csak azért, mert valamifajta törzshöz tartozunk. Tehát azért a mi munkánk erről is szól, tehát hogy a hatalom szigorú ellenőrzése és bírálata az nem egy törzsi gondolkodás jelent, hogy akkor viszont a másikat azt minden szempontból pozitívan kell elfogadni, és akkor esetleg az ő pénzére kell vadász, hogy majd akkor ő fog téged segíteni. Nem, ezen túl kell lépni. Az a ahogy ide kanyarodtunk, az a satnyának és csofatnak tűnő kérdés egyébként valami ilyesmit akart volna, hát ezek szerint nem sikerült, hogy tényleg ebben a törzsi világban mit kezd az ember magával, ha ő nem akkor se ide, se oda tartozni, hogy van-e, és ez nem a középen levés, mert azt tudjuk, hogy a középen levés az szerintem ez hitelesség kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar hang jelenleg az olvasók számára hiteles. Ennek köszönhetően dönt úgy 13 000 ember hetente, hogy
ad 590 forintot, vagy az előfizető 450 forintot, és nekünk ezt nem szabad eljátszani. Függetlenül attól, hogy ki van hatalmon, vagy ki a, kivel az adott újságíró, ugye 30 valahányan vagyunk. Nem tudom, hogy ki kire szavazott, nyilván van, aki erre szavaz, van, aki másra, nem tartjuk nyilván. De ez nem szabad a lapon látszódjon, hogy, hogy ki kire szavazott. Egyrészt eljutottunk szerintem oda, hogy ma már fanatikusan rajongani valamelyik pártért vagy politikusért, az olyan ciki, meg gyanús is. Tehát, hogy nincs szerintem most olyan ember, vagy olyan szereplő a palettán, hogy ma már ciki sokak számára ez. Remélem. Tehát, hogy van egy olyan... De amikor beleütközöl egy szekértábor magba... Nem azt mondom, hogy ez a többség, de van egy komolynak mondható tábor, valahol a közép különböző irányába elmozdulva, de mégiscsak ott a középre tartva, egy alapvetően értelmiségű, egy gondolkodó tábor, amelyik keresi a helyét, nem akar fanatikus lenni, nem akar fanatikusan rajongani, jó megoldásokat akar találni, jó döntéseket akar hozni, normális országban akar élni. És van egy ilyen tábor, lehet, hogy ez csak pár százezer ember, nem tudjuk pontosan. Nem tudjuk, hogy amikor a bizonytalanoknak a 30 vagy közel 40 százalékát mutatják ki a felmérések, abban hány olyan van, aki teljesen apatikus, abszolút nem érdekli, és mennyi az, aki egyébként nagyon is foglalkozik a közélettel, csak nem akar, vagy nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy na akkor most ezek közül itt melyik. Ne felejtsük, hogy a kétfarkú kutyapártnak is lett egy értelmezhető tábor, nem véletlenül próbálják őket ugye kiszorítani, nehogy még a végén bekerüljenek a parlamentbe. Ez is valahol mindegy protest szavazás, hogy igen, hülyének néztek minket, hát akkor mi is titeket. Tehát, hogy létezik ez a tábor, és szerintem cél az, hogy ez a gondolkodó réteg, amelyik nem fanatikusan, nem törzsi logika mentén próbál jó politikai döntéseket hozni, lehet, hogy most másfél év múlva kompromisszumra fog kényszerülni. De attól még mozognak az agytekerőnyek, és ez fontos nagyon. Én már elmondtam, amit akartam. Igen, hát igen, azért ez az összevont ellenzék történet, ez nem egy egyszerű falat, nem? Tehát így választóként... Igen, de ezeket a kérdéseket nem nekünk kell megoldani. Tehát nagyon sok olyan telefont kapunk, ugye én vagyok az a szerencsésség egyik, aki fölveszi a telefonokat, hogy tegyünk már valamit, mondjuk meg a politikusnak, meg nem tudom én, álljunk az élére a kezdeményezésre. Nem a mi feladatunk ez. Mi egy dokumentációs feladatot látunk el, megírjuk, amit látunk, megírjuk a valóságot, híreket közlünk. De egy újságtól nem várják el, hogy most tábort, zászlót bontson, mozgalmat indítson. Hát, igen, nagyon sokan mondják azt, hogy most már szinte mindegy, hogy kide valaki legyen, valaki valami legyen más. Tehát véget kell vetni most ennek a négy ciklus az összességében, azért ez iszonyú sok. Tehát ennek most már véget kell vetni valamilyen formában. És emiatt meg kell hozni a kompromisszumokat, ugye annak idején, amit mondtak a Karácsony, egy két unikumot kellett megérni a Gyurcsány miatt. Tehát, hogy lehet, hogy ezeket a kompromisszumokat meg kell kötni, mondják ők. Az nudli, és még belépő színek sem. Igen, csak ezzel azért nagyon nehéz jutatkozni. Tehát most egy picit persze, a magánember... Persze. De én ezt most magánemberként, tehát most az újságíróból visszalépnek. Nagyon nehéz azzal vitatkozni, hogy azok az emberekkel, akik azt mondják, hogy igenis ezt a kompromisszumot most már meg kell hozni, mert valami változás történnie kell, még akkor is, hogyha egyébként marhána nem akarunk 2006-at újra Magyarországon. Hát én is, én valami, tényleg, na ezen aztán agyal az ember, főleg ugye, hogy nem hogy összeáll, hanem összeállasztja a Fidesz az ellenzéket, de össze is áll, hogyha majd eljön az a pillanat, amikor x-elni kell. De hogy én is azt gondolom, hogy egyszerűen a Fidesznek, és meg a magyar társadalomnak is kell a Fidesznek adott pofon. Azért, hogy véget érjen az a hülye és gonosz illúzió, hogy itt tényleg mindent meg lehet tenni következmények nélkül. És lehet, hogy a koalíció az botrányosan gyalázatos kormányzást fog művelni, és lehet, hogy egy év után megbuknak, és lehet, hogy a Fidesz még erősebben tér vissza. Minden, még ez is benne van a pakliba adott esetben. De az, hogy egy idő, tehát hogy valameddig lehet feszíteni a húrt, és utána meg már nem. Az nagyon kell, mert hogyha ez a, úgy, hát mit tudom, nevezzük demokratikus élménynek, ez a demokratikus élmény nem lesz meg se a politikának, se a társadalomnak, hát akkor az apátiát erősíti meg a reménytelenséget. Igen. És ez sem egy jó irány nyilván, mert nekem borzasztóan hiányoznak a színek, egyre jobban hiányoznak. Tehát az, hogy Magyarországon a nyugat-európai trendekkel ellentétben nem tudott igazából ilyen megkapaszkodni egy olyan pászt, amelyik a zöld ügynél többről van szó, tehát amelyik az ökopolitikát valóban szívügyének tekinteni. Nagyon fontos lenne, nyilván sosem lesz egy ilyen párt a legnagyobb,
de nagyon fontos lenne, legyen egy stabil 6-7-8%-os párt, amik ezt képviseli, és akár mérleg nyelve lehet mondjuk egy koalíciós tárgyalásnál. Elvesznek ezek a színek, nincs jelen semmilyen formában a valódi, reálisan értelmezett liberalizmus, ugye, sőt ugye szitok szóvá vált, nem ok nélkül egyébként ez a fogalom. Ezek elvesznek, ami baj, de közben azt is látjuk, hogy más forgatókönyv meg nem, egyszerűen nem tudott érvényesülni. Nem jó kompromisszumok ezek, de hát sajnos ezek nem rajtunk vannak. Nehéz, biztos, hogy nehéz döntés lesz ez nagyon sokak számára. Hát az. De 2021-ben még nem kell dönteni a dolgok jelenlegi állása szerint. Hát 2020... Igen. Igen, de az, hogy közben, és akkor visszalépünk mondjuk az újságírásnak a terepére, vagy a Magyar Hangnak a terepére, az, hogy készüljenek közben olyan ideológiák, és ezek nem feltétlenül politikai ideológiák, de mégiscsak, hogy eszmék inkább nevezzük annak, vagy legyen egyfajta közös gondolkodás, programalkotás, ami nem arról szól, hogy most egy párt mögé beállni és valamelyik pártnak a céljait szolgálni, de ha már az egyébként számomra kimondottan fontos ökopolitikáról volt szó, az, hogy megjelenjenek olyan írások, egymásra találjanak akár mi nálunk olyan emberek, akik ezt hozzá tudnak tenni, és ha csak egy mikroszinten, de ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez a közélet, ami körbevesz minket, kicsit jobbá, kicsit színesebbé, kicsit pozitívabbá váljon, a verseny jobban érvényesüljön, akkor már megéri. Mi picik vagyunk, de ennyiben azért van szerepünk a közéletben. Szerintem annyira hiányzik már a magyar hétköznapokból az, hogy ne a ébredésettől elalvásodik minden pillanatban valami ellen harcolni kelljen. Nagyon sokszor a korban vagyunk 10 éve. Igen, és észre se vesszük már, tehát, vagy észrevesszük, meg beszélünk, minden, de hogy annyira hétköznapok részévé, hát ez a folyamatos küzdelem, és az a baj, kiszámíthatatlan, és nem tudod, és van egy céged, és lehet, hogy holnap hoznak egy olyan döntést, hogy pont a te ágazatod dől be. Tehát, hogy mindig van csak abban, hogy nem állapodtak meg a minimálbérrel az év végével. Hát igen, volt ilyen, volt. Hát sosem volt ilyen. Uh-huh. De ez az élet minden, sajnos betüremkedett az élet minden területére. Tehát elmész a postán sorba állni, ugye most nem lehet bemenni, hanem kint a posta előtt diderekz, hát ott képesek emberek őre menni, hogy hamarabb jöttem, de én már itt voltam, de én csak visszajöttem, csak beszaladnék föladni egyet. Tehát, hogy egyszerűen permanens harci állapotban vagyunk, és mindenki azt várja, hogy visszajusson. Igen, és valami jó lenne, hogy ez tényleg elmúlna. Mert nem erről kellene, hogy szóljon az élet, de tényleg nem erről kellene. Állampolgárként. Hát egyszerűen csak létezni, és hogyha meg tudod valósítani magad, valósítsd meg, hanem akkor meg ne esd túl nagyot. Erről szóljon az állam működése, nem ez az állandó ostoba, csak tényleg Orbán Viktor, ez a folyamatos harcával. Viszont egy kicsit már fárasztó, nem? Ez fárasztó, és ismétli magát. Erre a persze háborúra volt egy jó ellenszer, de sajnos a 2020 ezt lehetővé, vagy lehetetlenítette. Mosolyan lehetett dolgokat kezelni, de most mindenki maszkban van, és hiába mosolyogsz velem. Igen, ezt sokan mondják, és én ebben hinni akarok, hogy ez létezik, és értelmes emberek között nyilván működik. És én ezzel próbáltam az elmúlt években is sokszor élni, hogy amikor a pénztáros, a pincér, a nem tudom kicsoda, egyszerűen goromba veled, tehát tök udvariasan próbálkozol vele, és abszolút, és onnantól kezdve, hogy te kedves vagy, alázatos vagy, ha úgy tetszik, egyszerűen hülyének néznek. És nagyon sokszor tapasztalja az ember, hogy hülyének néznek, és amikor próbálsz visszamosolyogni, vagy egy tréfával elütni, akkor még agresszívebbé válik, még arrogáns, közhivatalokba. És én bevallom, hogy én próbálok mindig uralkodni az indulataimon. Nem is nagyon, tehát nem vagyok ilyen kiabálós típus. De többször előfordult, hogy annyira hülyének néztek, annyira megaláztak, miközben én tényleg próbáltam nagyon kulturáltan viselkedni. És az ember megemeli a hangját. Volt, előfordult, és tényleg kegyetlenül leteremtettem párszor őket, és alázósan. És akkor váltott, és ja, jó, nem, és akkor, tehát onnantól csak kezdve, hogy erőt mutatsz, ő elkezd úgy viselkedni, ahogyan kellene. És ez borzasztó rossz, tehát hogy én ezt nem akarom. Hát ilyen dühös agresszív nép lettünk, az a baj. És ez nem jó, és ez nagyon nem jó, és mindez csak azért van, mert és egyedül az erő tisztelik. Mert az erő tisztelik, igen. Igen, és sajnos azzal mosolyol, amíg pár éve akár elérted azt, hogy elütötted egy tréfával, és akkor jó, menjünk tovább. Ez egyre kevésbé működik, és ezt sajnálom. Jó lenne ehhez visszatalálni, ez a fajta kedélyességhez. Hogy jól visszaláncsolok titeket a földre, ebben a agresszívosodásban ez az oltás történet például gyönyörűen bemutatja azt, hogy hát azért vannak bajok, nem? Tehát, hogy itt
nyilvánvalóan lehet, meg kell is vitatkozni arról, mert miért ne, hogy most akkor az ember beoltassa magát, vagy ne oltassa be magát. De hát nem arról szól a vita, amiről szerintem kellene, hogy most akkor van-e alternatívája például, hogyha beoltatod magad, hogy meddig viseli a társadalom az ilyen karanténhelyzetet. Tehát erről lehetne. De nem, hát ha nem miről van szó megint, aki fideszes, akkor az azt gondolja, az ellenzék most nem tudom, mert elég furcsa kanyart vett. Az egyes pártoknak a kommunikáció ebben a történetben. Az MP most arra bíztat mindenkit, hogy oltassa be magát. Tehát, hogy én nem látom ezt a kormány-ellenzék felosztást. Bizalomhiány van, elképesztő bizalomhiány. Amit nyilván azt, hogy orosz meg kínai, meg ki tudja, milyen vakcinák érkeznek, ez nem erősít, ugye? Mert hogy ezeket... Tehát úgy vagyunk vele, vagy legalábbis én biztos jövök vele, hogy esetleg akkor tudnék ezekben megbízni, hogyha valamilyen nyugati visszajelzés lenne arra, hogy ez tömeges tesztelések során hatékonynak bizonyul. Ugye ezt még nem látjuk, hanem hát ilyen, persze túlzás az, hogy kísérleti egérnek használnak minket, de valahol mégis. Én abszolút oltáspárti vagyok, tehát ha most itt bejönnek és azt mondják, hogy itt van valamelyik nyugati oltás, és belém nyomnák, akkor azt mondom, hogy nyomjátok most azonnal. Attól függ, ki hozza, várjam, hogy Kut Gergely, azok biztos, hogy ezért meggondolnám. Hát ő nem fogja. Benyitni a kamerába. Nem fogja. Szóval, hogy a bizalomhiány az most itt nagyon, nagyon erősen tetten érhető. Egyébként ez szörnyű. Tehát hogy már semmit nem tudsz elhinni. Hát bármi érkezik a kormány tájáról, akármilyen állítás, nem tud elhinni, nem tud elfogadni elsőre. Ne felejtsük, hogy Müller Cecília tavasszal azt mondta, hogy senki ne viselje maszkot. Tudom, hogy ez rengetegszer elhangzott már, de akkor is el kell mondani újra és újra, hogy ezt elmondta országos tisztviselő. Egészséges ember ne viselje maszkot, sőt, még rosszabb is. Ez egy beteg társadalom, tehát igazából nem lütne. Még rosszabb is, ha maszkot viselsz. Majd bejelentették pár hét múlva, hogy kötelező a maszk. Hát volt egy-két ilyen húzás. Most ez mit tud csinálni? A pedagógusok, a béremelő, vagy a digitális hát, oktatásra való átállás az órák alatt változott meg ugye teljes mértékben. A kancellári miniszter azt mondta a sajtótájékoztató, hogy mi itt nyugodtan össze-vissza fertőzhetjük egymást, mondta az újságíróknak. Nem, tehát, de ez tényleg vacak, mert hát akárhogy is, most teljesen függetlenül attól, hogy ki van épp hatalmon, mégiscsak az állam keretein belül kéne létezned. És hát jó lenne, hogyha az államhoz úgy tudná viszonyulni, hogy egészséges állampolgárként, hogy az így bízol benne, hogy ami ott történik, az te, mint állampolgár érdekében történik. Semmit nem tud, ez abszolút megszűnt létezni. Gondolom a Fidesz szavazóknál nem, nyilvánvalóan, de azért a többség az nem Fidesz szavazó, hanem vagy nem szavazó, vagy ellenzéki szavazó, hogy összeadjuk a számokat. És ott viszont tényleg az, hogy az állam, mint tényező ilyen szempontból megszűnt létezni. De hát ezen dolgoztak elég. Mi volt az utolsó, amit elhittél Orbán Viktornak? Hát de még a boldog karácsonyt se tudod már elhinni. Egyrészt elsütötte, mint rossz poén, másrészt meg tényleg semmit. És ez tényleg rossz. Ez, hogy megszűnt működni az állam, ezt egyébként pont olyanok támasztják alá, akik most megbetegedtek. És volt köztük olyan is, aki idős volt, súlyos volt az állapota, nem szólt még kórházi kezelésre, nem tudta azt elérni, hogy egy orvos elmenjen hozzá. Tehát, hogy ott fekszik otthon mondjuk egy 70 pluszos ember, igazolt koronavírussal, felesége ugyanazokat a tüneteket mutatja, le sem tesztelik, azt mondták, hogy hát úgyis ő is nyilván ugyanaz, tehát nem kerül be a statisztikába. És nem tudja elérni, hogy megvizsgálja otthon mondjuk egy ügyeletes orvos. Vagy a másik opció, hogy bekerül valamilyen kórházi folyamatba, ahova meg nem feltétlenül akar, mert nem, annyira azért nem sűrűs a helyzet. Tehát akkor azt mondod, hogy nem működik az állam. Most az, hogy már kontaktkutatás, az már hónapok óta nincsen. Hogy már e-mailen nem küldik ki azt a papírt, hogy ki kéne ragazni, hogy karanténban vagy. Hát volt olyan munkatársunk egyébként, akinek hát egy olyan címet adtak meg, hogy hol kell tartózkodni a két hetes karantén során, ahol életében nem járt. Tehát egy olyan településen, ahol soha nem lakott, soha nem járt. De meg ez tök izgalmas. Tehát, nekem ez tetszik, mert mondom, és akkor be kellene csöngetni? Hát, hogy izgulsz, nem? Hogy hú, ezt jelölték neked hol jelölték ki akarod Budán? Oh. Te jó neked, és te de tényleg bükkábrányba azt a mindenre. Szóval, hogy ez egy picit ijesztő, mert persze az ember ezeken lehet, hogy akkor mosolyog meg, hogy nem nincsen állapotban, akkor persze kilőg, és akkor vagy kibekélő ezt a két hetet. De hogyha ilyen mikroszinten ilyen problémák vannak, akkor mi lehet fönt? Karácsonykor jöttek vissza Erdélyből ismerőseim, többek között hoztak egy, tudom én, 70x néves nagymamát, és hát nyilván nem akartak a határon papírokat kitöltögetni, és akkor az autónak az ajtajához oda ment a vámos, és mondta, hogy önök ugye mind kamionsofőrök. Tehát, hogy nem, de kamionsofőrök. És akkor bejöhettek. Ő se akart plusz meg utolgálni. Igen.
75 éves nagymama, mint kamionsofőr. Na jó van. A lényeg továbbra is az, hogy vagyunk, létezünk, gyarapodunk, ugye? Mit kell tudni a friss tartalomról? Azt még elmondom, mielőtt az friss tartalmat elmondanátok, hogy a napokban elindul az online-on is a fizetős szolgáltatásunk, ami egy fontos dolog. Itt olyan prémium tartalmak lesznek havi előfizetésére, ami például a HVG-nél is van, hogy az alaphírszolgáltatás és az alapinformációk azok mindig is ingyenesek voltak és ingyenesek maradnak. A komolyabb elemzések, a nagyobb interjúk, a háttéranyagokért lesz egy ilyen prémium lehetőség. Aki előfizet, az ezeket megkapja, kevesebb reklámot lát, és ezzel is támogat minket. Koltai Róbert, nagy interjú. Egy kis multidézés, meg egy kis aktuálpolitika, sok minden van benne. Csoda történt, mert interjút adott a Magyar Hangnak egy ismert fideszes politikus, polgármester. Ő a második. Hát egy győri polgármester is. Bocsánat, akkor a harmadik, igen. A Cserpalkovics ő gyanúsan fideszes, nem? A Cserpalkovics András, aki egyébként az látszik az ő esetében is, hogy mi, hogy neki van egy helyi legitimitása, ugye Székesfehérvár polgármestere, őt ott egyébként sokan olyanok is kedvelik, akik már országosan nem a Fideszre szavaznak. Ez például, amikor jártunk Fehérváron akár a lappal utcafórumozni, akkor is többen elmondták, hogy országosan már rég nem Fidesz, de ott helyben még leszavaznak rá. És talán a rendszerben még annyi mozgás van, hogy aki helyben erős legitimitással rendelkezik, annak szigorúan a helyi ügyekről még lehet saját véleménye. Tehát még Cserpalkovics Andrásnak megengedik azt, hogy mondjuk az iparűzési adóról esetleg, vagy ott a helyi ügyekről, helyi tömegközlekedés és a járvány idejében megtartott futballmeccs viszonyáról még kifejthesse a véleményét. Emlékeztek, én is volt, hogy már még járvány, és még akkor meg kell tartani ott a meccset. Országos politikában nem szólhat bele nyilván ő sem, tehát azt nem. Szóval egy ilyen figurát úgy ebből fakadóan talán merte vállalni azt, hogy a Magyar Hangnak interjút adjon, és mondjuk például elhangozom tőle olyan mondat, hát normál világban ez nem jelentem semmit, de ez esetben mégis bátorság kell az, hogy meg kellene jobban becsülni a szociális ágazatban dolgozókat. Aztán ennyi, tehát hogy nyilván óriási tételmondatokat nem kell várni tőle, de mindenképpen érdekes, hogy egy gesztus volt, hogy legalább az arcát nevét adta. Azért ez milyen nem? Tehát, milyen fantasztikus dolog Magyarországon, hogy megtörténik az, hogy egy kormánypárti polgármester interjút ad a második legnagyobb példányszámú heti lapnak. Igen. Van egy összeállításunk ugye a járványhelyzetről. Hát sokan emlékeztetnek rá, hogy Zsidai Viktor elemző közgazdász megírta azt még november elején, hogy látszik, hogy Orbánék félnek a gazdasági visszaesésétől, az utolsó pillanatig ki akarnak tartani, addig, ahogy ne hozzanak szigorításokat. És ugye akkor leírta Almán Zsidai Viktor, hogy lehet ezt játszani, ennek az ára 10 000 magyar ember élete lesz. És akkor ő kapott mindent, hogy micsoda gonosz, megállatalkodott ember. Hát sajnos igaza lett közel. Tehát, hogy ha már ezt mondtad, egy nagyon fontos dolog, holnap várhatóan, vagy hát sajnos nem várhatóan, de tényleg makacs dolgok. Tehát január 1-én, vagy legkésőbb január 2-án megtörténik az Magyarországon, hogy minden ezredik állampolgár belehal a koronavírus következményeibe. Tehát az 1 millió lakosra eső halottak száma most jelenleg 988, 120 újabb halott után 1000 lesz. Tehát minden ezredik magyar ember egy év alatt elveszítettünk. Igen, csak az maradt ki ebből, mondjuk ebből a 10 000-ből, vagy ebből a te arányodból is, hogy egyébként is sokan haltak volna meg, tehát hogy a magyar egészségügy, kormányzat, mindenki tökéletesen és maximálisan teljesít, mondjuk az egészségügy az túl teljesített, de mondjuk a kormányzat sem úgy működik, ahogy akkor is sokan haltak volna meg. Tehát, hogy a plusz halottak, össze. És most a pluszt azt nem tudjuk, hogy mennyi, hogy ebből az össze-vissza kapkodó, sunyizó, statisztikai számokkal babráló, játszadozó kormányzást mennyi plusz halottat igen. Teremtett ahhoz ki, vagy hozott létre. De azért volt egy tavaszi jogvédekezés, amikor összesen az egész tavaszi, vagy egészen október vagy szeptember végéig 600 áldozata volt a koronavírus járványnak.
És akkor valami megváltozott? Hát, meg ugye nekünk Ausztria ugye által a laborunk, és a magyar egészségügyet pedig csodálja az egész világ. Ezek azért mind elhangzottak, ugye legmagasabb szintű karantén pozícióban. Meg minden beteget meg fogunk gyógyítani. És minden élet számít. Ugye a velünk nagyjából hasonló méretű Ausztria, picivel kisebbek, de minimálisan, már lélekszámban, több beteget jelentett, többet is teszteltek nyilván, és ebből a több hivatalosan több betegből lényegesen kevesebb halt meg. De azt lehet mondani, tehát akkor mondjuk azt, kukackodni kell keckedni, de azt lehet ez mondani, több ezer ember. Az úgy más, tehát az más, csak hogy egyébként is haltak volna meg, én azért nem találom szerencsésnek, hogyha ezzel a de ezt nem tudjuk, jó, de ebben sok fiatal is van, ott van ez a különbség, amit mondtam, Szlovákiával is meg lehet tenni ugyanezt az összevetést egyébként. Az más. Szóval, hogy a Romániát messze lehagytuk. Románia is jobban áll. Tehát lehet hogy matekolni, hogy a 10 000 az nem 10 000, csak 9 300. De borzasztóan nagy számokról beszélünk. De abszolút, tehát köztünk vita nincs, hogy ez katasztrófa, úgy, hogy tényleg az. Az is katasztrófa, hogy mennyire zökkenőmentesen fogadjuk be a napi adatokat most már tényleg. Erről már korábban is beszéltünk, hogy most megint. De a világ átlag halálozási adatainak a négyszerese a Magyarország. Na, hát az már valami. Igen. Na, hát nem csak vírus van, persze, tehát sok egyéb anyag, a Hős utcai helyzetkép Tompos kollégától írunk egy pozitív sztori, egy ultrafutóról, Green Balázs kollégánk, hogy egy kis hangulatot is színbe hozzunk. Szokásos publicisztikák, évösszegzések, úgyhogy... És egy ilyen gyönyörű oldalpár népviseletekről. Van egy székelyudvarhelyi fotós, aki több mint 2000 népviseletet fotózott le, és akkor ő küldött zseniális képeket. Ezek itt mint tányolok, én meg is jegyeztem, amikor ezt a képet láttam, hogy mi lehet itt egy nagy veszekedés során. Nem a tiszta szobába kell ezeket elintézni. Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet, az egész éves támogatást, meg a 4 éves támogatást is, ez a 3 éves támogatást is, hát meg akkor megyünk előre. Dolgunkat, megyünk előre, és hát tényleg boldog új évet, mert ez azért elég tudarult ez a idei esztendő. Köszönjük szépen, boldog új évet!